Ebben az igazán különleges időszakban talán egy kicsivel több időnk van magunkra, és az bizony kizárólag rajtunk múlik, hogy ezt az időt mire szánjuk. Sok a kütársa a könyv, és ebből igazán gazdag a választék a Színyei József könyvtárban. Ha óvintézkedésekkel is, de a könyvtár látogatható. Rátermett és kreatív emberek dolgoznak itt, akik azt is tudják, miből fedezzék az új kötetek költségeit. Pillanatnyilag körülbelül olyan 100 000-es állományunk van, könyvállományunk, csak hogy a kedves néző el tudja képzelni, hogyha ezt kilométerekben mérnénk, és egy olyan 2,5 cm átlagot veszünk egy könyvre, akkor ez 25 kilométernyi könyv, úgyhogy szép hosszú polcaink vannak. Minden éven természetesen Nyitra megyétől kapunk egy állandó összeget könyvvásárlásra, ez 5000 euró körül mozog, de a múlt év nagyon jó volt ebből a szempontból, 28 000 eurót sikerült pályázni, kapni könyvvásárlásokra. Általában pályázatokból is vesszük a könyveket, a kulturális alap, a kisebbségi alap, a Márai Alapítvány, Betlen Gábor Alapítvány, ezek az állandó helyek, ahova pályázni szoktunk, de adományokból is, tehát magánszemélyektől is kapunk könyveket. A várostól, a polgármester úrtól kaptunk nagyon szép könyveket tavaly karácsonykor, úgyhogy a tavalyi évben körülbelül 4000 könyvünk gyűlt össze, amit újonnan föl tudunk tenni a polcokra. Ebből adományokból, ez egy nagyon érdekes dolog, körülbelül 1200. A honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon mindig föltesszük a kérdést a kedves olvasóknak, hogy mi az, amit látni szeretnének, és a kollégák aztán ehhez is igazítják a bevásárlást, a könyvek bevásárlását. Nagyon szépen köszönjük ebben a helyzetben is a Didro könyvesboltnak, akik abszolút nyitottan állnak hozzá ehhez a problematikához, tehát megrendeljük a könyveket, mindent beszereznek, nagyon nyitottak. Lehetséges, hogy épp önnek is van olyan könyve, amit szívesen felajánlana a helyi könyvtárnak. Azt azonban tudni kell, hogy az adományozásra is vonatkoznak előírások. Előzetesen, ha betelefonálnak, megegyezünk, behozhatók a könyvek, de nem mindegyik. Tehát olyan, amikor takarítanak valaki után otthon, sajnos nem tudunk minden könyvet befogadni. Van egy egyességünk, illetve kérésünk, általában a 2014-15 után kiadott könyveket tudjuk, illetve az értékes könyveket tudjuk befogadni. Amennyiben ez újabb, mint a polcon lévő könyv, kicseréljük. Amennyiben nincs meg a könyv, természetesen polcra kerül, illetve aztán bőrzére is adjuk a könyveket, amiből több van, vagy amit esetleg megvesznek nagyon-nagyon olcsó pénzért, pár fillérért az olvasók. Fogadja tehát szeretettel a komáromi Színyei József könyvtár meghívását, tegyen szert az önnek igazán izgalmas vagy épp érdekes kötetekre. A kínálat valóban sokszínű, választani tehát nem a legegyszerűbb feladat.